Jó napot kívánok, ez a Mozaik a Sopron TV-ben. Idén már 18. alkalommal szervezi meg a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány és a Soproni Egyetem Lámfalusi Sándor Közgazdaságtudományi Kara a pénzügyi napokat. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk mai adásunkban. Vendégem professzor dr. Széles Zsuzsanna, Soproni Egyetem dékánja. Jó napot kívánok, üdvözlöm itt nálunk. Jó napot kívánok, én is üdvözlöm Önt is, és sok szeretettel üdvözlöm a kedves vendégeket, illetve nézőket. Az idei pénzügyi napok központi témája mi lesz? Az idei pénzügyi napokon a generációváltás lesz a fő téma. Ugye a rendszerváltás követően sokan kezdtek vállalkozásba, és ugye akik éppen a 90-es évek elején lettek vállalkozók, ők ugye elérik hamarosan ezt a nyugdíjkorhatárt, illetve van, aki már el is érte, és ugye ez gondot okoz a hazai vállalkozói rétegben, és ezt próbáltuk a fenntarthatóság jegyében egy kicsit megvizsgálni, hogy ez hogyan történt, milyen kihívásokat jelent a szakmának. Mit jelent a generációváltás ebben az értelemben? A generációváltás ugye ez egy összetett dolog a vállalkozás életében, mi alapvetően egy számviteli, pénzügyi és adózási konferenciát szervezünk, ugye immár 18. alkalommal itt Sopronban, és a generációváltás alatt valójában ugye mi azt értjük, hogy hogyan tudjuk úgy az utódlás, vagy egy vállalkozás hogyan tudja úgy az utódlást megoldani, hogy ez zökkenőmentes legyen, kevésbé érzékelje a vállalkozás, hogy akár egy vezetőváltás, vagy egy menedzsmentváltás történt. Ez egyébként mennyire jellemző a mostani vállalkozások életében? Feltételezem, hogy az aktualitása miatt választották ezt központi témának. Igen, ugye ez évek óta aktuális ez a téma. Minden évben választunk egy központi témát, tavaly például a mesterséges intelligencia volt a téma, de ez nem azt jelenti, hogy idén nem beszélünk a mesterséges intelligenciáról, de úgy gondoltuk, hogy a szakmát talán ez érdekli leginkább, mivel ugye mint minden más területen végbe megy itt is a könyvvizsgálók, könyvelők, adószakértők szakmájában is egy olyan típusú váltás, ami azt jelenti, hogy jön egy fiatalabb generáció, lehet, hogy egy kicsit másként állnak hozzá az ugye jelenlegi jogszabályi környezetben, hogyan és miként kell ugye a szakmát művelni, és ezt próbáltuk volna úgy bemutatni és segíteni a hozzánk érkező regisztrált vendégeknek, hogy ezt ők hogyan tudják zökkenőmentesen egy némi tapasztalatot nyerni más cégektől, hogy ők ezt hogyan hajtották végre. Ugye részben arra helyeztük a hangsúlyt persze, hogy a számvitel pénzügyi adózás területén ez hogy megy végbe, de természetesen hívtunk olyan vendégeket is, ahol a generációváltásnak az egyes lépéseit be tudják mutatni az egész vállalkozás tekintetében, hogy ők ezt hogyan készítették elő, hogyan vitték végbe, esetleg ez a folyamat hogyan zajlott, mennyi időt vett igénybe, mire volt szükség, milyen nehézségek adódtak közben, és ezeket a problémákat hogyan tudták megoldani. És ide a konferenciára sikerült talán az egyik legnagyobb ilyen magyar cég képviselőjét is meghívni, ugye a Béres gyógyszergyártól érkezik majd vendég, aki éppen erről beszél majd. Igen, a pleneris előadónk, az első pleneris előadónk Regéci Béres Melinda lesz, a Béres gyógyszertár kommunikációs igazgatóhelyettese, és ugye ő arról fog beszélni, hogy náluk a Béres gyógyszergyárban ez hogyan zajlott le, és milyen fokozatok voltak, és hol tartanak most éppen ebben a folyamatban. Ugye igazából ő nem kifejezetten a számviteli részét, hanem azt fogja bemutatni, hogy az egész vállalkozást hogyan érintette ez az egész változás, tehát gazdaságilag mit jelentett ez az ő számukra, és most éppen hol tartanak ebben, és ő milyen szerepet tölt be ebben a változásban. Ön hogy látja egyébként a generációváltás tekintetében azt, hogy a fiatal szakemberek egyre fontosabb szerepet kapnak a cégek életében? Ez hogyan jelenik meg? Ugye a generációk azok minden értelemben, ha megnézzük, ugye picit másként állnak a dolgokhoz, tehát ők mást vizsgálnak egy kicsit, ugye más környezetben nőttek fel, ha csak megnézzük a digitalizációt például, tehát más dolgokat használtak, és ők ugye ezeket próbálják meg továbbvinni, az általuk ismert tudást próbálják meg továbbvinni. Természetesen nagyon fontos az a tapasztalati tőke, amivel az úgymond az idősebb, a szakmában dolgozók rendelkeznek, de ők ezt próbálják meg ugye a saját maguk által tapasztalt, illetve megtanult dolgokkal kiegészíteni, és ugye maga ugye a szakma is átalakul, nem csak a generációváltásból adódóan, hanem abból adódóan is, hogy itt van például a mesterséges intelligencia, ez jelentősen érinti a mi adózás, könyvelés, könyvvizsgálat szakmánkat is, mert vannak olyan területek, amelyek automatizálhatóak, és azok természetesen automatizáltan kerülnek majd ugye megoldásra, és vannak olyan területek, ahol természetesen
szükség van a szaktudásra, és ezt a szaktudást, ezt ugye nekik is érvényesíteniük kell. De a generációk között természetesen itt is érződnek a különbségek, és mi pont ezt próbáljuk meg egy kicsit áthidalni, bemutatni, hogy milyen nehézségek vannak, és ez hogyan lehetne, akár egy könyvvizsgálatban, vagy egy könyvelőirodában, egy adószakértő mivel találkozott az elmúlt időszakban, hogyan lehetne áthidalni. Ugye vannak jogszabályok, amelyekhez természetesen igazodni kell, amelyeknek meg kell felelni, de ugye az, hogy milyen technikai hátteret alkalmazunk, ez ugye attól függ, hogy éppen mi az, ami a felhasználó barátabb, mi az elvárás, mi az, aminek meg kell felelni. Én bízom benne, hogy ez már a 18. Soproni Pénzügyi Napok konferencia, hogy az a több mint 100 résztvevő, aki hozzánk regisztrált, az idén is hasznosan fogja tölteni ezt a 3 napot, és új ismeretekkel fog gazdagodni, és olyan gyakorlati tapasztalatokat tudunk átadni, akár Regéci Béres Melinda, vagy említhetném ugye a többi előadónkat is, aki hasonlóképpen a generációváltásról fog beszélni, egy kicsit a mesterséges intelligenciáról, de érkezik hozzánk a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója Horváth Bianka is, aki a monetáris politikára fog előadást tartani a változó környezetben, Kovács Árpád is érkezik, a költségvetési tanácsnak az elnöke, ugye aki a klímavédelemben lévő gazdasági kihívásokat fogja majd említeni. És ha megnézzük ugye az előadókat, ők sokan a szakmából érkeznek, és ha megnézzük ugye magát a konferenciát, hogy az első napunk az a nemzetközi számvitelre épül, leginkább a követelések, kötelezettségek a nemzetközi számvitelben, ezeknek a pénzügyi beszámolási sztenderdjei lesz a téma. A második nap ugye a fő nap, a plenáris előadásaink, akkor lesznek az említett generációváltás és a gazdasági típusú kérdések, illetve a monetáris politika. Délután lesz egy tudományos szekciónk is, ugye valójában ez egy szakmai konferencia, egy pénzügyi számviteli adózási szakmai rendezvény, de ugye a tudományt is próbáltuk becsempészni, mert valójában az a cél, hogy a szakmát és ugye a hallgatóinkat, a tudományt egy kicsit közelebb hozzuk egymáshoz ebben a 3 napban, amíg remélem, hogy mondhatjuk, hogy Sopron az adózás, a számvitel és a pénzügynek a fővárosa idén is. És olyan aktuális kérdésekre is válaszokat keresnek, mint a klímavédelem és a háborús terhek kihívásai a gazdaságban. Mit várnak ezektől? Milyen válaszokat kaphatnak a résztvevők? Hát ezt majd Kovács Árpádtól fogjuk megtudni, hogy egész pontosan mi ez a jelenlegi helyzet, és a gazdaság hogyan tud reagálni ezekre a kérdésekre. Ő fogja nekünk ezt részleteiben majd elmondani. Az, hogy mi a jövő, ugye ezt nem tudhatjuk, ezt senki nem tudhatja, de fel kell készülni a változásra mindenképpen. Vannak kockázatok, és természetesen ezek a gazdaságban is jelentkeznek, ezek bennünket is érintenek, ugye, reméljük, hogy kevésbé, de ugye ezt nem tudhatjuk, hogy hogyan és miként fog ez alakulni. Ugye amellett, hogy ez egy fontos szakmai konferencia, a Lámfalusi Sándor közgazdaságtudományi kar célja nyilván az, hogy a hallgatóit is bevonja az ilyen jellegű konferenciákba. A hallgatók hogyan vehetnek részt ezen? Természetesen ez az egyik fő célunk, mivel mi egy oktatás, egy felsőoktatási intézmény vagyunk, és ugye a karunkon lévő hallgatók, pénzügyesek, számvitelesek, gazdálkodási szervezés, tudomány, turizmus, marketing szakokon tanulnak, de ugye a pénzügy az egyik fő szakunk, és ugye nekik ezek az aktuális témák, ugye közelebb jönnek ebben a 3 napban, természetesen mi is elmondjuk nekik az előadásokon, a gyakorlatokon, hogy mi zajlik ugye a valóságban, és mik ezek az újdonságok, de ilyenkor tulajdonképpen ide jönnek ezek az előadók, és ők koncentráltan tudnak hozzájutni ehhez a tudáshoz, tehát nem kell olvasnunk annyi cikket, könyvet, vagy bármilyen más szakmai anyagot, hanem találkozhatnak élőben az elnöki főtanácsadóval, a Magyar Nemzeti Bankból, vagy a költségvetési tanács elnökével, vagy a Béres Gyógyszertár képviselőjével, és nagyon sok olyan szakemberrel, könyvvizsgálóval, a szakmai szervezetek képviselőivel, akik ugye egyrészt a fő támogatóink is, és ide jönnek, és megtisztelnek bennünket azzal, hogy ugye elmondják mindazt, azt a tudást, amivel ők rendelkeznek, és szerintem ez egy hatalmas kincs a hallgatóink számára, illetve a hozzánk ellátogató szakemberek számára is. És ezek a generációs kihívások talán itt még jobban megjelennek, hiszen meg kell tudni fogni ezeket a fiatal hallgatókat, hogy érdeklődéssel hallgassák a különböző előadásokat. Melyek azok, amelyek különösen nekik szólnak?
Azt gondolom, hogy ez egy érdekes kérdés, mert mindig a hallgatók esetében az a fontos, hogy nekik mi a fő érdeklődési területük. Mert hogyha valakit inkább az adózás érdekel, szokták azt mondani a hallgatók, hogy nem választják a pénzügyi területet, vagy a számviteli területet, mert az túl nehéz. Én szoktam mondani, hogy nehéz nincsen, mert lehet, hogy most egy picit nehezebb valamit teljesíteni, akár egy vizsgát, de utána, hogyha elmennek dolgozni, és ők egy magasabb fizetési kategóriába fognak már tartozni, az nekik egy előny, szerintem egy nagy előny, nekünk pedig szükségünk van ugye a szakemberekre, akik jól értenek a szakmához, tisztában vannak a napi aktualitásokkal, tudják a jogszabályi változásokat alkalmazni is, tudják ezeket. Tehát azt gondolom, hogy valamennyi előadásban van bizonyára olyan téma, olyan terület, ami hasznos lehet a hallgatóinknak. Ugye nekik lehetőségük van részt venni ezen a konferencián, valamennyi hallgatónak, és nem csak részt vehetnek, hanem ugye meg is ismerkedhetnek az itt jelenlévő előadókkal. Ugye maga a szervező az a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, illetve a Soproni Egyetem Lánflósi Sándor Közgazdaságtudományi Kara, de mellett vannak fő támogatóink, mint az Adókamara, a Magyar Könyvvizsgálókamara, az Okleveles Adószakértőknek a szervezete, illetve a GTTS, tehát hogy ezek azok a szervezetek, én azt gondolom, hogy ez a szakma, amelyik mögénk állt és amelyik támogat bennünket most már 18 éve. A Soproni Pénzügyi Napok rendezvényei regisztrációhoz kötöttek, lehet-e még jelentkezni? Igen, lehet jelentkezni. A jelentkezési határidőt szeptember 23-áig meghosszabbítottuk. Ugye maga a konferencia egy szakmai rendezvényből és egy tudományos rendezvényből áll. Ugye a szakmai rendezvényre érkezők kreditpontokat kapnak, tehát hogy akinek még nincs meg a kreditje, itt a jó alkalom, hogy szeptember 23-áig regisztráljon, és várjuk sok szeretettel a Soproni Pénzügyi Napokon. Professzor dr. Széles Zsuzsánának nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen. Önöknek köszönjük a figyelmet, ezt a beszélgetést megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Maradjanak velünk, viszontlátásra!